Országos asztali tenisztornát nyert Ungvári Evelin Zilahon, az ifjúsági hármas korosztály legjobbjai között. A Marosvásárhelyi iskolás sportklub versenyzője 11 mérkőzésből 10 diadalmaskodott. A román serdülő csapat színeiben Evelin augusztusban részt vesz a franciaországi Strasbourgban megrendezendő Európa-bajnokságon. Jól szerepelt a Tusnád Drag Cycling Team az 57. alkalommal megszervezett szerb kerékpáros körversenyen. A csíkszeredai gárda a csapatversenyben 3. helyen végzett. Románia egyetlen kontinentális kerékpárcsapata, a Tusnád Drag Cycling Team az elmúlt időszak legjobb eredményét érte el Szerbiában. A viadal a Europe Tour 2017-es sorozatába is beszámított, és az első szakaszt követően a hargitai csapat az egyéni összetettnek járó sárga és a legjobb sprinternek járó zöld megkülönböztető mezt is viselhette. 2 éve, hogy nem volt rajtunk sárga trikó, és a szerb körverseny első szakaszán Hugo személyében sikerült magunkra ültenünk a sárgát. Nagyon boldogak voltunk, és a további eredményekkel is abszolút elégedettek vagyunk, hiszen nagyon erős csapatok voltak a szerb körversenyen. Top 20-ban végeztek összetettben 3 versenyzőnk is, illetve az utolsó szakaszon Leonid sikerült a 3. helyet megszerezze. Egyéni összetetben Ruben Ramos lett a legjobb tusnádos versenyző. Az argentin a 6. helyen zárt, honfitársa Hugo Ángel Velázquez és Lezica Facundo a 14. valamint a 15. helyen végzett. A csíkszeredai kerékpárcsapat legközelebb a magyar körversenyen áll rajthoz.